Köszöntöm a Díszudvar magazin nézőit! A mai adásban szó lesz arról, hogy hogyan működnek az okos termek, melyekből már kettő is működik az egyetem jóvoltából Debrecenben. Megtudhatják, milyen különleges előadást tartott Áder János a Böszörményi úti kampuszon, és kiderül az is, milyen volt hazánk első floorball bajnokságának döntője az intézményben. Tartsanak velünk! Átadták hazánk első két okostermét a Debreceni Egyetem gyakorló általános iskolájában és a gazdaságtudományi karán. Projektorok, iPad-ek és interaktív gyakorlóasztal. Európa nagyvárosai után most már Debrecenben is a 21. század eszközeivel tanulhatnak a diákok. Nagyon jó, nyugodtan lehet rövidíteni lányok. Különleges földrajzórát tart a Debreceni Egyetem gyakorló általános iskolájának tanára. A diákok nem egy hagyományos vaktérképen, hanem egy interaktív fekete táblán jelölik be hazánk tájegységeit. Ki kellett töltenünk egy vaktérképet, az országhatárt, a folyóinkat, a Balatont, a szomszédos országokat és a hazánk nagy tájait. Nem ez az egyetlen okos eszköz az újonnan átadott teremben. A gyerekek párhuzamosan összesen 5 munkaállomáson tanulhatnak a legmodernebb eszközökkel, projektorokkal, iPad-ekkel és interaktív oktatóasztallal. Első osztálytól 8. osztályig, bármelyik korosztályra úgy gondoljuk, hogy tudunk itt órát tartani, és szeretnénk is. Nem egy egész osztályra számítunk, hanem egy fél osztályra, tehát olyan 15 fő az, akit úgy gondoljuk, hogy átlátjuk, illetve a pedagógus képes arra, hogy egyszerre 5 munkaállomáson is foglalkoztassa. A tantárgyak sora is bármelyik tantárgyból lehet egy órát tartani, a kollégákra van bízva, hogy a kreativitásuk mi az, amit megenged nekik, illetve hogy hogyan állítják össze az anyagot, illetve mennyire vállalkozó szelleműek. A Debreceni Egyetem intézményeiben kialakított okostermek nem csak hazánkban, hanem Közép- és Kelet-Európában is újdonságnak számítanak. Először a Benelux államokban, Hollandiában és Belgiumban jöttek létre ilyen okososztályok. Meglepő módon egyébként nem csak általános vagy középiskolákban, hanem óvodában, illetve egyetemen is vannak ilyenek. Hát ott nyilván már egész sok, aztán Németországban és Ausztriában, és hát tulajdonképpen ez az első itt Magyarországon. Talán amiben ez más ahhoz képest, mint ugye rengeteg ilyen interaktív tábla már kihelyezésre került az iskolákban, hogy emellé mi módszertant és szoftvert is adunk. Ebben más és ebben több ez, mint a korábbi próbálkozások, és talán ettől is lesz ez élőbb. Az úgynevezett Z-generáció számára nem idegenek az infokommunikációs eszközök, hiszen már a legkisebbek is napi szinten használnak okostelefonokat és tableteket. A modern eszközök bevonása az iskolai tanításba új utat nyit meg a hazai közoktatás és pedagógus képzés előtt. Hozzásegítik az oktatást ahhoz, hogy hatékonyabbá váljék. Részben úgy, hogy a gyermekeknek fokozza az együttműködési készségét, fokozza a kommunikációs készségét. Ezen kívül jóval, persze ez is fontos része a oktatásnak, a képzésnek, hogy élvezetesebbé, élményszerűbbé teszi a tananyagokat. A gyakorló általános iskola mellett a gazdaságtudományi karon is létrehoztak egy hasonló termet, ahol a sporttudományi és a kereskedelem marketing képzésben tanuló fiatalok vehetik legnagyobb hasznát a jövő tantermének. Mint egy bruttó 25 millió forintból 2 termet tudtunk kialakítani. Egyet a gyakorló iskolában, egyrészt a gyerekeknek a képzéséhez, másrészt a mint gyakorló iskola a leendő pedagógusoknak a képzésére, egy másikat pedig egyetemi környezetben a gazdaságtudományi karon. Ma avatjuk ezeket a termeket, és nagy kíváncsisággal várjuk, hogy a következő hónapokban, az őszi fél évben hogyan váltják be hozzájuk fűzött reményeket. Itt a mai bemutató órát nézve nem is tudom elképzelni azt, hogy ez ne aratna sikert. Amennyiben az okostermek beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, úgy a jövőben több hasonló termet is kialakítanak az intézményben. Rendhagyó előadáson vehetett részt a Debreceni Egyetem 500 hallgatója a Böszörményi úti kampusz aulájában. A fiataloknak Áder János Magyarország köztársasági elnöke tartott előadást a klímaváltozásról. Mindig különleges dolog, amikor köztársasági elnököt üdvözlünk egy előadó terembe, ennél még különlegesebb az, hogyha valamennyiünket rendkívüli módon foglalkoztató problémáról hallgatóknak tart a köztársasági elnök előadást. A Debreceni Egyetemen a téma, a bolygónk, a környezetünk
a Debreceni Egyetemnek még nagyon sokkarú és multidisziplináris kutatásokat, fejlesztéseket magába foglaló intézmény számára különösen fontos, hiszen az adott témával kapcsolatban az agrártudományi karon, környezetbiológia, környezettudományok, az orvos és gyógyszerésztudományi karon és a természettudományi karon egyaránt folynak kutatások, számtalan hallgató foglalkozik ezzel a témával. Szilvási Zoltán rektor a téma rendkívüli aktualitására hívta fel a figyelmet köszöntőjében. Áder János, aki a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás elkötelezett híve, az utóbbi hónapokban az ország több középiskolájába és felsőoktatási intézményébe látogatott el, hogy a klímaváltozás hatásairól és a klímaforradalomról beszéljen. Aktualitását Komlós István dékán is kiemelte. A magyar gazdálkodó folyamatosan és sikeresen alkalmazkodott a gazdaság és környezeti változásokhoz, de ha visszatekintünk, azok lefolyása kevésbé volt olyan gyors, mint napjainkban. Ahhoz, hogy eleget tehessünk a karunk által vallott víz, energiatakarékos, környezetbarát és gazdaságos élelmiszer előállításnak, az oktatás területén is folyamatos ismeretbővítése van szükségünk, hogy önök, hallgatóink, lendő gazdálkodók megfelelhessenek a majdani kihívásoknak. Szívesen nyaralnának egy ilyen tengerparton. Ez sem fantáziarajz, ez maga a valóság. Áder János sokkoló fotókkal és tényekkel indította előadását, ezzel szemléltetve a föld jelenlegi helyzetét. A köztársasági elnök beszélt a vízhiány problémájáról, a mezőgazdaság és a környezeti fenntarthatóság összefüggő kérdéseiről, a párizsi klímakonferenciáról, valamint a várható klímaforradalomról és innovációkról. Az államfő összefoglalta azokat a problémákat, amelyeket a végzett mezőgazdasági szakembereknek és tudósoknak meg kell majd oldaniuk a jövőben. A problémára, amiről beszéltem, vagy beszélek most már nagyjából egy órája, nagyon sokan keresik a megoldást. Hogyan lehetne a napenergiát, a szélenergiát hatékonyabban hasznosítani? Hogyan lehetne az emissziót csökkenteni? Az egyik nagy kérdés egyébként a 21. századnak legnagyobb tudományos kérdése szerintem, hogy hogyan tudjuk hatékonyan és olcsón és környezetbarát módon tárolni az energiát. Ez a nagy kérdés. Senki nem tudta még megoldani ezt a feladványt. Aki megoldja, szerintem két Nobel-díjat is fog kapni egyszerre. Áder János előadásában kitért arra is, hogy hétköznapi emberként mit tehetünk földünk megóvása érdekében. A köztársasági elnök bíztató előjelnek nevezte, hogy a legtöbb üvegházhatású gázt kibocsátó 10 ország közé tartozó Egyesült Államok és Kína között 3 megállapodás is született a közelmúltban a széndioxid kibocsátás korlátozásáról. Továbbá előrelépésnek tartja a párizsi klímacsúcs azon célkitűzését is, hogy az általános felmelegedés 2 Celsius fok alatt maradjon. Emblematikus professzorok munkáját ismerte el a Debreceni Egyetem. Kettesi Aladár emlékérmet és jutalomdíjat vehetett át Sápi Péter professzor emeritus, Antal Miklós egyetemi tanárt pedig Krompekher István emlékéremmel és jutalomdíjjal tüntette ki az általános orvostudományi kartanácsa. Sápi Péter 1967-ben szerzett diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetemen summa cum laude minősítéssel. Dolgozott az intézmény 1-es és 2-es számú sebészeti klinikáján is, utóbbit 10 éven át vezette, majd az Augusta Sebészeti Központ és a Regionális Sebészeti Onkológiai Központ szakmai igazgatója volt. Korán eldőlt, hogy orvosi pályára lép. Egyáltalán, hogy is lettem orvos, ennek az alapja egy kórházi élmény volt, amikor egy beteget látogattunk meg, és a sebészeti osztályon, és az a rend, ami a sebészeten volt, ahogy ott vonultak, a betegeket vizsgálták, lenyűgözött, és azt hiszem, hogy meghatározó volt abban, hogy orvos lettem, és majd később sebész. Nem is akármilyen. Közel 300 hazai és külföldi folyóiratban megjelent közlemény fűződik a nevéhez. Emellett több mint 400 kongresszuson tartott előadást. Érdeklődésének központjában elsősorban a gasztroenterológiai, így a hasnyálmirigy, máj és a laparoszkópos sebészet áll. Munkáját mások mellett a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjével, legutóbb pedig a Kettesi Aladár emlékéremmel és jutalomdíjjal ismerték el. Antal Miklós szintén a Debreceni Orvostudományi Egyetemen diplomázott 1976-ban summa cum laude minősítéssel.
Már hallgatóként bekapcsolódott a tudományos munkába az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetben, ahol több mint két évtizede intézetigazgatóként dolgozik. Jelentősen átalakította az anatómia, szövet- és fejlődéstan tantárgy módszertanát, bevezette például a számítógép alapú virtuális mikroszkópos szövettani oktatási rendszert. Átalakítottuk az anatómia oktatásunkat egy komputer alapú audiovizuális képzési módra, amellett, hogy meghagytuk persze a tetembontást is, mint mindennek az alfáját és omegáját. A szövettani oktatásban megszabadultunk az oktatói mikroszkópoktól, és most már komputerképernyőjén kell nézegetni a hallgatóknak a szövettani metszeteket. Tudományos tevékenységének fókuszában a központi idegrendszer szenzoros és motoros működéseinek, a fájdalomérzés neurobiológiai alapjainak, a koordinált izommozgások idegrendszeri szabályozásának vizsgálata áll. Több mint 80 közleményt írt. Rangos állami kitüntetésein túl arra különösen büszke, hogy az egyetem orvostan hallgatói 9-szer választották az év oktatójának. Kiemelkedő munkájáért Krompecher István emlékérmet és jutalomdíjat ítélt oda a Debreceni Egyetem általános orvostudományi kara. Az átadó ünnepségen tartott előadásokon mindkét kitüntetett kiemelte, hogy a díjak névadóit az iskolateremtők kettesi és Krompecher professzorokat volt szerencséjük személyesen is ismerni. Geotermikus távfűtés és termálvíz hasznosítás. A legújabb technológiákat mutatták be a Debreceni Egyetem épületgépészeti szakmai napjain. A kétnapos rendezvényen a szakterület legnagyobb hazai és külföldi cégei állítottak standot, ahol a műszaki kar hallgatói tapasztalatot és akár állást is szerezhettek. Már kora reggel több tucat oktató és hallgató gyűlt össze, hogy személyesen is találkozhassanak azzal a 21 céggel, amelyek a legkorszerűbb épületgépészeti technológiákat gyártják és forgalmazzák Magyarországon. Felvehető velük a kapcsolat, bármilyen információt ugye szolgáltatnak. Ráadásul egy órától kezdődnek a konferencia előadások, ahol a cégek be is mutatják a termékeiket 30 perces előadásokban. A szivattyúkat gyártó Grundfos Kft. A kezdetektől fogva részt vesz a Debreceni Egyetem épületgépészeti szakmai napjain, mert fontos számukra a megfelelő szakember utánpótlás. Az együttműködés a felsőoktatással ez mindig is alapvető fontosságú volt. Tehát mi elég aktívan részt veszünk a jövő szakemberek képzésében, tehát a Műegyetemen, Pécsen is labort építettünk, tehát laborok felújítását finanszíroztuk. Itt Debrecenben is talán nem titok, hogy elkezdődött egy tárgyalás, tehát itt is van elképzelés, hogy egy ilyenben részt vegyünk. Sőt, együttműködési szerződés is van az épületgépész tanszékkel, tehát mi itt előadásokat tartunk, gyárlátogatásra visszük a diákokat. Én azt mondhatom, hogy ez az üzleti stratégiánk természetes részét képezi. A műszaki kar hallgatói szerint azért hasznos számukra a rendezvény, mert nem csak szakmai segítséget kaphatnak tanulmányaikhoz, hanem a legújabb technológiákkal, vagy akár leendő munkaadójukkal is megismerkedhetnek. A szakmánkban elég fontos a kapcsolattartás a különböző cégekkel, illetve vannak itt szakmabeliek, akik már több évtizede benne vannak ebben a szakmában, és nagyon sokat tudnak segíteni akár a iskolai beadandókkal kapcsolatban, akár elméleti felkészítéssel, rásegítéssel. Katalógusokat tudunk kapni tőlük, amik segítséget nyújtanak a szervezési feladatoknál, illetve akár a szoftver használatokba is betekintést nyerhetünk. A kétnapos rendezvényen a cégek a geotermikus energiahasznosítású távfűtési rendszereken túl a szellőző berendezések, a különböző méréstechnikák és a termálvíz hasznosításának legújabb trendjeiről is beszámoltak. Az épületgépészeti szakmai napok szervezői a műszaki kar sikertörténetének tartják a rendezvényt. Ki ne ismerné Szélike király kisasszony meséjét, vagy a királylány történetét, aki úgy szerette az apját, mint az emberek a sót. Az, hogy a mai gyerekek is hallgatják ezeket a történeteket, olyan mesekutatóknak köszönhető, mint Benedek Elek. A nagy mesemondó munkássága előtt tisztelegbe állított szobrot a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és felnőttképzési kara. Agócs Gergely különleges tárogatójátéka nyitotta meg azt az avató ünnepséget, amelyen bemutatták a gyermeknevelési és felnőttképzési kar legújabb kertjét és annak legékesebb kincsét, Benedek Elek szobrát. A népzenész és népzenekutató csak nem egy éve tanít a karon.
Tavaly ősszel kezdtem itt tanítani, dékan úr meghívására, és közösen elterveztük, hogy itt a hallgatókat elindítjuk azon az úton, ahol a népzenét, a népmesét, egyáltalán a magyar folklór értékeit hitelesen tudjuk tolmácsolni. A Hajdúböszörményi Karon másfél évtizede kutatják a népmesék világát. Az intézmény hazánk egyik mesekutató központja, a magyar népmese fővárosaként is emlegetik. Ezért tartották fontosnak, hogy az összmagyarság mesekutatásának egyik legfontosabb képviselőjéről, Benedek Elekről állítsanak szobrot az új parkban. A hazai és a határon túl, illetve az összmagyarság mesekutatásának az egyik legfontosabb jelképe, szimbóluma a Dohai Egyen Benedek Elek, és azt gondoltuk, hogy ez egy olyan méltó szobor, amely megilleti őt, és nem felekezve arról, ugye szeptember 29-én van ugye mindig a mese napja, ez az ő születéshez kötődik, nyilvánvaló ettől kezdve méltóan tudunk megemlékezni a mese napjáról. A magyar népmesék nemzeti örökségeink, amelyek fejlesztik a gyermekek érzelmi intelligenciáját és kreativitását. Benedek Elek országgyűlési képviselőként is a magyar művelődéspolitika fontos kérdésének tartotta a gyermekirodalom ügyét. A népmesekincs megtartása és terjesztése érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma tavaly ősszel hirdette meg a Minden Este Népmese című cselekvési programját. Egy tanácsadó testület is létrejött, és az itteni kar, a Debreceni Egyetemnek a Hajdúböszörményi Kara is ennek fontos részese, hiszen minden szakértőt összekívántunk gyűjteni, aki a népmeséknek az ismeretével, feldolgozásával, pedagógiai funkciójával kapcsolatban jelentős szakértelemmel bír. Úgy gondoljuk, hogy a mesepedagógiát a pedagógus képzésben, a tanításban is érdemes erősíteni. Úgy gondoljuk, hogy minél több embernek kell megteremteni a lehetőségét arra, informatikai vagy más eszközökkel, hogy ismerje, át tudja adni a meséket. Az alkotás Lessján Goda János, az egyik leghíresebb magyar köztéri szobrász keze munkáját dicséri. Fantasztikus érzés egy ilyen felkérés kapcsán, egy percre, egy pillanatra újból gyermeknek éreznünk magunkat, újból a feladat a felkérés kapcsán a sárhoz, az agyaghoz nyúlni, és kicsit gyermekdeden formálni, formázni önmagunkat, önmagunk belsejét is. Rá kellett jönnöm, hogy nem elég csak magát az arcot, a nyakat, a kisebb bűztrészt megmintázni, hanem a szoborhoz, a mondani valójához szorosan hozzáfűződik a kar, a kéz, így lett Benedek Elekből egy félalakos portrészobor. A Hajdúböszörményi Kar fejlődése nem ér véget a szobor és kertavatóval. Az egyetem egy Kelet-Magyarországon egyedülálló gyógypedagógiai szakelindítását tervezi. Óvodapedagógiai, gyermeknevelési elképzeléseink között első helyen a gyógypedagógiai karnak a létrehozása, mivel ugye az egyrészt gyógy, másik része meg ugye pedagógia. Most Magyarországon a jelenlegi gyógypedagógiai intézményem meglehetősen exkluzív a bárci féle képzésre. Ezben mi úgy érezzük, hogy a gyógy részét jobban meg tudjuk valósítani. Az egyetem interdisziplinaritásának az egyik legjobb leképezése a legerősebb karokat igénybe venni az exkluzív és társadalmilag az igényekkel nagyon alátámasztott képzések irányába, és ez a gyógypedagógia, ahol a pedagógia tudomány és az orvostudomány összefogásából születik meg a mi képzésünk, ezt más nem is nagyon tudja megtenni. Az új szakindításával a következő években megduplázhatják a kar jelenlegi 1300-as hallgatói létszámát. Az elmúlt hónap további fontos egyetemi hírei következnek röviden. Az egészségügyi világszervezet is felfigyelt a debreceni régióra. Ez hangzott el a május 13-a és 14-e között a Kölcsei Központban rendezett második sürgősségi orvostani fórum sajtótájékoztatóján, ahol a szervezők kiemelték a stroke ellátás kapcsán elért debreceni sikereket. A fórum fő témája idén a szakmai fejlesztés mellett a szív- és érrendszeri betegségek kezelése volt. A különleges bánásmódról, a zenepedagógiáról és a romológiáról szóló tanácskozások után idén már a 4. nemzetközi konferenciáját szervezte meg az Egyetem Hajdúböszörményi Kara.
A tudományos rendezvényen a kora gyermekkori nevelés legaktuálisabb kérdéseit vitatták meg a szakemberek. A témában a gyermeknevelési és felnőttképzési kar több kutatást is folytat külföldi társegyetemekkel közösen. A rendezvényre 10 országból érkeztek előadók. Az FC Barcelona edzőitől tanulhatnak azok a 7-14 éves gyerekek, akik részt vesznek a csapat nyári táborában. A 2x1 hetes programot júniusban rendezik meg Debrecenben. A spanyol csapattól 3 edzőt várnak a Pallagi Akadémiára, ahol 192 fiatal focistának tartanak majd képzést. A szervező Debreceni Sportcentrum és Sportiskola szakmai igazgatója Makrai Balázs a rendezvény sajtótájékoztatóján elmondta, fiúkat és lányokat is várnak a táborokba. A Barcelona programjában világszerte több mint 120 helyszín vesz részt, ehhez csatlakozott a Civisváros is. A tábor ugyan nem ingyenes, de az ár tartalmazza 2 felszerelés és 1 labda árát is, amit a gyerekek megtarthatnak. Kreatív és intelligens labdarúgókat kell nevelni. Ezt mondta a Real Madrid módszertani szakembere a Debreceni Futballegyetem tavaszi előadásán. Juan Luis Martínez csak nem 1800 magyar edzőnek mutatta meg a nagyerdei stadionban, hogy mi a spanyol csapat sikerének titka. Nem letolás, hanem dicséret, az izom mellett pedig fontos a gondolkodás és a pozitív motiváció. Néhány ügyes passz után a kapuba talál a labda. Ezúttal a Real Madrid szakemberei oktatják a Balázsházi gyakorlóiskola focistáit. A rendhagyó edzést a Debreceni Futballegyetem keretében tartották meg a nagyerdei stadionban. A pályán látott gyakorlathoz Juan Luis Martínez, a Real módszertani és filozófiai igazgatója adta az elméleti hátteret. Nagyon fontos, hogy az edző hagyja hibázni a gyerekeket, nem szabad félniük attól, hogy hibáznak. Lényeges, hogy a fiatal gyors döntéseket tudjon hozni, és ahhoz, hogy a tanulás folyamata jó legyen, hagyni kell a gyerekeket hibázni. El kell érni, hogy örömmel menjenek az edzésekre, és jól érezzék ott magukat, hiszen a memória fejlesztéséhez a kellemes élmény a leghatékonyabb eszköz. A lelátóról magyar edzők figyelik a spanyol kollégák munkáját. A Debreceni Futballegyetem tavaszi kurzusán még a legnagyobb klubok szakemberei is tanultak újdonságokat. Ezeket a dolgokat, amit hallottunk, mi is megpróbáljuk alkalmazni. Persze a hétköznapokban nem olyan egyszerű, és ezért jó tulajdonképpen hallani, hogy például nagyon megfogott engem az, hogy a negatívumokról egyáltalán nem szólnak a gyerekekhez, azokat nem nagyítják föl, hanem persze terelgetik a gyerekeket, hogy azokat, amit nem kell, azokat hogy tudják elhagyni, hogy még jobb futballista váljon belőle. A Debrecen Egyetem a Magyar Labdarúgó Szövetséggel és a Puskás Intézettel közösen szervezte meg a képzést. Tudomány nélkül ma már nem működik a sport. Nem arról szól ma már csak a sport, hogy nagy izmunk legyen, gyorsan tudjunk futni, vagy nagyot ugrani, dobni, hanem ezt meg is kell alapozni, hiszen a világ élvonalában ma már szinte hobbi szinten nem lehet megmaradni. Nagyon fontos, hogy tudományos háttér legyen mögötte, és úgy gondoljuk, hogy a Debreceni Egyetemnek ehhez minden potenciálja megvan. A szakmai előadásokon a Real módszertan mellett annak pszichológiai hátterét is bemutatták. Liszkai Dezső, az MLS vezető instruktora szerint ez illeszkedik a 2008-ban indult utánpótlás képzési reformhoz. Ezeket az új módszereket már 2013-ban átvettük mi is szintén az UEFA-tól, és mi is oktatjuk. Ugye ennek a lényeg az, hogy lefordítottan az, hogy játékosan gondolkodni és gondolkodva játszani. A játékos be kell vonni a képzésbe. Ez a Koji Training néven működő dolog, hogy olyan játékhelyzeteket teremtsünk a játékosnak, ahol állandóan kénytelen gondolkodni és kénytelen dönteni, problémákat megoldani. És ez adja majd a játékos kreativitásnak az alapját. A Debreceni Futballegyetem ősszel folytatódik. A Real Madrid, az AC Milán és az Ajax képzési gyakorlatának bemutatása után a szervezők újabb meghatározó európai klub meghívását tervezik. A Debreceni Egyetem először adott otthont a Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokság floorball döntőjének. A Sporttudományi Oktatóközpontban rendezett eseményen 9 felsőoktatási intézmény versengett a bajnoki címért. Budapest, Miskolc, Pécs, Szeged és Debrecen legjobb ifjú floorballosai vették birtokba 2 napra a Sporttudományi Oktatóközpontot. A Debreceni Egyetem új létesítménye egyre népszerűbb helyszín a magyar egyetemisták és főiskolások országos bajnokságán, hiszen nemrég még a vívók küzdöttek itt az elsőségért.
A Debrecen Egyetem szemlélete szempontjából ez egy rendkívül fontos mérföldkő, hiszen ez a második MEFOB döntő, amit az újonnan átadott sportcsarnokban rendezünk meg. A Magyar Egyetemista Főiskolai Sportszövetséggel, a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézetével és a Magyar Floorball Szövetséggel közösen. Hozzávetőleg 300-ra tehető a résztvevők száma, ebben benne vannak a versenyzők, az edzők és természetesen a szurkolók is. Itt voltak a vívók, kerékpárosok itt vannak Debrecenben, hát elég sok MEFOB döntőt sikerült az idén megrendeznünk, és azt gondolom, hogy a következő években is erre fogunk koncentrálni, hogy az ország színejavát a felsőoktatási sportba elhozzuk ide, megmutassuk nekik azt, hogy képesek vagyunk ezeket a rendezvényeket megszervezni, és van hozzá infrastruktúránk is, ráadásul a csapataink itthon játszhatnak. A floorball fiatal sportágnak számít, hiszen története a 80-as évek elején kezdődött, Magyarországon pedig 1989-ben mutatták be. Eleinte főleg az egyetemisták játéka volt, de a 90-es évek közepétől mind az általános, mind a középiskolákban népszerűvé vált. A floorball ez egy olyan sportág, amely nagyon hasonlít a jégkorongra, viszont ez Svédországból indult el, és az volt a cél ez a sport, hogy a jégkorongnak a kicsit durvaságát azt próbálják finomítani. Ettől függetlenül persze a test-test elleni kontaktus az meg van engedve, azonban az ütések azok nem. A Deac alakulatára épülő Debreceni Egyetem floorball csapata évek óta meghatározó szereplője a MEFOB-nak. A gárda 2010-ben bronzérmet, 2014-ben pedig ezüstérmet szerzett, így bizakodva vágott neki a döntőnek. Én nagyon optimista vagyok, és bízom a csapatban és magamban is. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, nyilván megteszünk minden tőlünk tehetőt, és úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb. Tehát szerintem így a dobogó az elképzelhető. A rendkívül erős mezőnyben végül az 5. helyet sikerült megszereznie a debrecenieknek. Kapusukat viszont a torna legjobb hálóőrének választották, így bekerült az All-Star csapatba. Az 5. helyen nem igazán vagyok elégedett, amiatt csalódott vagyok. Értünk már el jobb eredményt korábban, egyszer döntőt is játszottunk 2 évvel ezelőtt, 6 évvel ezelőtt pedig bronzérmet nyertünk, és hát most is nagyobb célokkal vágtunk neki a tornának, mint az 5. hely, szerettünk volna érmet nyerni. Hát ez most így sikerült. Nyilván a külön díjnak pedig örülök, az mindig jó, hogyha elismerik az ember teljesítményét, az mindig jól esik. A MEFOB floorball döntőn a budapesti egyetemek csapatai állhattak fel a dobogóra, hiszen a budapesti Corvinus Egyetem 3., a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2., míg az Óbudai Egyetem az 1. helyen végzett. Az érmeket a Debreceni Egyetem rektorhelyettese Jávor András és a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség főtitkára Székely Mózes adta át a győzteseknek. A hallgatók segítségével épített hazánkban egyedülálló madárbarát kertet a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága. A mintakertben a kutatást és az oktatást segítő különleges eszközökkel ismerkedhetnek meg a látogatók. Magányos méhek lakhelyül szolgáló darázsgarázs, íjjeli etetőként funkcionáló egérvár és a kóbor állatoknak menedéket jelentő süntanya. Ilyen érdekes eszközökkel és csaknem 70 hallgató munkáját dicsérő madárodukkal, etetőkkel és speciális fészkelőhelyel is találkozhatnak azok, akik ellátogatnak a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán megépült madárbarát kertbe. A Debreceni Egyetem Hallgató Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága által, illetve a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek köszönhetően jött létre országosan elsőként. Ebben a szakmai munkában komoly részt vállalt a Debreceni Egyetem méhnek a természetvédelmi állattan és vadgazdálkodási tanszéke. Céljunk ennek a mintakertnek a létrehozásával, az egyetemi polgárok, legyen az hallgató, vagy akár dolgozónak a természet szeretetének, természetismeretének a bővítése, gazdagítása. A Madarak és Fák napján tartott kertnyitón kiderült, hogy az ország második agrobotanikus kertje nem csupán a madarak számára teremt majd békés életteret, hanem az agráros hallgatók képzésében is jelentős szakmai segítséget nyújt. Ide hallgatók fognak kijönni, órák, gyakorlatok során itt saját szemükkel ismerkedhetnek meg a különböző őshonos fafajokkal, az itt fészkelő madarakkal. Azok a kollégák, akik ezt a kertet létrehozták és gondozzák, azok kutatásokat végeznek, tehát az ő számukra is fontos. A kezdeményezés a különböző lakó- és munkahelyi környezethez alkalmazkodó madárvédelmi módszertani gyűjtemény a Madárbarát Kert program keretében jött létre.
Az országos projekthez elsőként csatlakozott felsőoktatási intézményként a Debrecen Egyetem. A tanösvényszerűen kialakított kert az egyetemi hallgatók és dolgozók mellett bárki számára ingyenesen látogatható. Önök a Díszudvar magazin májusi adását látták, tartsanak velünk júniusban is. Viszontlátásra!